Vasas kocsi, nézd a tengelye szöget, csak huncut a papám, fekete szöme. Vasas kocsi, nézd a tengelye szöget, csak huncut a papám, fekete szöme. Jól ismert dallamokat zengtek a falak a főiskola folyosóján. Volt és jelenlegi néptáncosok, népdalkörösök, családtagok és barátok töltötték meg a helységet, és csodálták meg az ide kikerülő emlékeket. Az eltelt 50 évre emlékeztek meg így, hiszen fél évszázada indult útjára a Kalocsai Népi Együttes. A Gyöngyösbokrotától vannak néhány képek, a törzsanyaga a kiállításnak az a Kalocsai Népi Együttes elmúlt 50 éve, de természetesen helyet kap benne az utód együttesek is, illetve a Kalocsai Népi Együttes még létezett, mikor 1981-ben megalakul a Piros Rózsa Együttes. Őróluk is vannak képek, majd az utód együttesekről, a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesületről, a kisbokrétásokról, amit a Feri bácsi vitt tovább, a Csajgorás Együttesről, a Göröm Együttesről, tehát természetesen mindenki helyet kapott a kiállításon. A vitrinekbe érmek, oklevelek, plakátok, meghívók, fellépések és fesztiválok programfüzetei és egyéb emlékek kerültek. A falakat pedig az eltelt 50 esztendőben készült fényképek töltötték meg, közel 500 fotó kapott helyet a kiállításon. Van közöttünk olyan, aki már 1980-as években lett népművész, mint Vén Feri bácsi, később Csellik Marika, neki is ki van. Életfadiasok lettek Feri bácsi, Bencéné Éva, az ő kitüntetéseik, érmeik ki vannak téve, tehát ezek teszik ki. Helyet adtunk az összes zenét, aki szerepelt felsorolva a zenészek, de ugye büszkék vagyunk azokra, akik itt hoztak csizmát, pontosan nem csizmát, hanem papucsot, mert inkább lányok voltak ilyen, akik tovább vitték a lángot, tehát szerepel itt a Tamás Klárinak egy dokumentuma, aki Kalocsai táncosból az állami népegy Győttes táncosa volt a 80-as években, de most itt a legújabb kislánya, Vörös Laura, aki pillanatnyilag 7. éve tagja az állami népi együttesnek, és van egy Fekete Danink, aki a Duna Művész Együttesbe táncol. A tárlaton kiállított, nem kevés emlékkel bíró tárgyakat és fotókat a múzeumokból, illetve a táncosoktól gyűjtötték össze. A Védési Központnak a törzsanyaga a hurcolkodások közepette megsemmisült, valami kevés anyag maradt a Liszt Ferenc Oktatási Intézmény, ami a régen úttörőháznak hívják, az volt az utolsó években a Kalocsai Népegyüttesnek a székhelye. Annak volt egy raktár, onnan találtunk a 70-es évek elejéről fotókat, tárgyakat, tálakat, olyan kitüntetéseket, amiket még annak idején mi szereztünk, mikor tánckarosok voltunk. Ebből van egy jó anyag. Aztán a múzeumtól kaptuk a Gyöngyösbokréta anyagot, akkor Művelési Háznak azért maradt még némi archívuma, abból szereztük, hát magánt olyan táncosoktól, akik már alapítók. A kiállítást Vörös András, a Művelési Központ egykori igazgatója nyitotta meg, melyet szeptember 24-éig bárki megtekintett a főiskola folyosóján. A rendezvény egyben a fesztivál első programeleme is volt, így megkezdődött az immáron 21. Dunamenti Folklor Fesztivál. A hét folyamán csíkkoncert, gálaműsorok, gasztronómiai bemutató és táncház is vár arra, aki kilátogat az érsekkertbe.